Köszönöm, államtitkár urat, viszont választ illeti meg, öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Én arra kérem önt, hogy támogassa a kormánynak azon a törekvéseit, amely a közbiztonság helyreállítására irányul. Támogassa azokat a törvényjavaslatokat, azokat az intézkedéseket, amelyek ennek a célnak a megvalósítását szolgálja. Tisztelt képviselő úr, úgy gondolom, hogy jelentős előrelépés történt az elmúlt 8 hónapban. Fontos törvényeket hozott a parlament, és nagyon fontos az, hogy önök is támogassák azokat a javaslatokat, amelyeket ezeket a célokat szeretnék megvalósítani. Azokat a bűncselekményeket, amelyeket ön említett, sajnálatos bűncselekmények, sajnáljuk, hogy Lakon azt az idős személy sérelmére ilyen súlyos bűncselekményt követtek el, de szeretném elmondani, hogy megvannak az elkövetők, a rendőrség elfogta az elkövetőket, és minden olyan esetben, amit ön említett, az elkövetőket elfogtuk. Ez egy fontos lépés, higgyel nekem, ez egy fontos lépés a tekintetben, hogy a közbiztonság javuljon, hogy mindenki azzal a tudattal éljen, aki bűncselekményt akar elkövetni, hogy nem marad a tette földerítés nélkül, és ha elkövetni mégis a bűncselekményt, akkor felelősségre vonás következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Jávor Benedek az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, lesz-e valamikor világos energiapolitikája a kormánynak címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Fónagy János államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét? Köszönöm, elfogadom. Igen, öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. A sajtó szerint a kormány 6-8 milliárd forintnyi széndioxid kvótaeladása számít 2012 végéig. A hírnek akár örülni is lehetne, a kvótapiac jelenleg pang, egy sikeres eladás, most tényleg szép teljesítmény lenne, és a hazai zöld energia szektorra rá is férne ez a bevétel, nem az utóbbi hetek eseményei alapján inkább az aggodalom látszik indokoltnak. Az energiapolitikai döntések nem állnak össze olyan logikai láncá, amelyből bármilyen értelmes kormányzati szándékra lehetne következtetni. Stratégia helyett rögtönzés zajlik, látható célok és irányok nélkül. Még most is alig követhető, hogy hova került 30 milliárd forint korábbi kvótabevétel. A választási kampányban zöld Széchenyi tervről, 100 ezer hőszigetelt otthonról, felpörgő munkahelyeket teremtő zöldiparról volt szó. A költségvetésben és az új Széchenyi tervben ehhez képest viszont jelképesnek és csak nagy jó indulattal nevezhető összegek bukkannak fel. Az UST-ben például soványka 8 milliárd forint energiatakarékosságra. A lakások komplex energetikai felújítása, a zöld energia ágazat megerősítése már legfeljebb ködös vágyként szerepel megfelelő források nélkül. Közben a kabinet tavaly visszavonta a szélerőmű tendert, elbizonytalanítva a befektetőket, a napirenden lévő energetikai módosító csomag kapcsán pedig már a nyilvánosság számára is egyértelművé vált a kormányon belüli egységes elképzelések hiánya. Amit jelenleg látunk, az a gázimport és a szénhidrogén függőség konzerválása, az alacsony hatékonyságú pazarlú ipari és lakossági energiahasználat bebetonozása és a zöld energia versenyhátrányának a növelése. Kérdésünk, hogy van-e a kormánynak egységes energiapolitikája, vagy jól látjuk-e, hogy a kabinet lemondott a szemléletváltásra az energiaszektorban, és leginkább talán a paksi atomerőmű bővítését készítik elő azzal, hogy az összes lehetséges alternatívát jó előre diszkreditálják. Köszönöm az államtitkár úr megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Öné a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A nemzeti energiastratégia nagyon fontos dolog, gondolom ebben mind a ketten egyetértünk, még akkor is a lehetséges tartalmával, céljával, megvalósításának módozataival szakmailag nem mindig egyezik a véleményünk. Hogy mennyire jelentős a kérdés, az bizonyítja azt, hogy a kormány 2011. február 2. ülésén megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon előterjesztését, amely bemutatta a Nemzeti Energia Stratégiát 2030-ig, sőt, éppen a dolog jellegénél fogva annak 2050-ig szóló teljes kitekintési programját. A kormány számára készült anyagban lefektetett időrendnek megfelelően a hosszú távra szóló Nemzeti Energia Stratégiát felvázoló dokumentum szakmai, társadalmi, közigazgatási egyeztetésebe májusban zárul majd le. A stratégiáról ezt követően jelentőségéhez igazodóan az országgyűlés fog dönteni. Kérem, hogy ebben a döntésben önök is cselekvő módon vegyenek részt,
és a közösen kialakított programot fogadják el. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Viszont válaszra megadom a szót, képviselőnök, öné a szó. Köszönöm a szót. Egyetértek államtitkár úrral abban, hogy az energiastratégia nagyon fontos dokumentum lesz, azonban pusztán papírra írt dokumentumok önmagukban nem változtatják meg az ország energiapolitikáját és energiastratégiáját. Elfogadta a kormány a Nemzeti Megújuló Cselekvési Tervet is, amely elég ambiciózus célokat tűzött ki maga elé. Ehhez képest ennek megvalósítására biztosított források messze menően nem elegendőek arra, hogy ezek a célkitűzések megvalósíthatók legyenek. Elfogadhat a kormány és az országgyűlés egy előremutató és akár a LMP támogatását is élvező energiastratégiát, ez majd kiderül, hogyha végre nyilvánosságra kerül a dokumentum, de amennyiben emellé nincsen egy olyan forrásokat is biztosító, követhető és kiszámítható jogalkotási háttér, amelyik a befektetők számára is ezt egy biztonságos terepé teszi a megújuló energiaforrások területét, akkor az energiastratégiából semmi az égvilágon nem fog megvalósulni, egy üres papírral lesz gazdagabb az ország. Én azt gondolom, egyikünknek se ez a célja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, államtitkár urat viszont válasz illeti meg öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen. Egyetértünk, képviselő úr, de a dolgoknak rendje van, sora van. Amint az országgyűlés elfogadja a Nemzeti Stratégia 2030-ig, illetve 2050-ig szóló programját, azonnal megkezdjük ennek a keretrendszerébe illeszkedő cselekvési tervek kidolgozását, amelyek tartalmazni fogják az önáltal is említett stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges részintézkedéseket. A gyakorlatban pedig az elmúlt hónapok azt bizonyítják, hogy a kormány, jelenlegi kormány nem fedezetlen pályázatokat ír ki, nem ígéretekkel halmozza el az ország lakosait, hanem azokat a pályázatokat, amelyeket kiírunk, azokat megvalósítani is képesek vagyunk. Így volt az ön által említett panelprogrammal is, és így lesz ez az energiacselekvési programunkkal is. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Sági István, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. A Tisza vízkincse és annak hasznosítása lehet-e a munkahelyteremtés egyik lehetséges megoldása címmel. Miniszter úr halaszhatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Ángyán József államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét. Igen. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Tiszazugi képviselőként fontos számomra a mezőgazdaságra, vízgazdálkodásra épülő munkahelyteremtés. Térségünkben több kiváló szakember tevékenykedik, többek között közös ismerősünk dr. Vincefi Zsolt is, akikkel együtt kérem a véleményét az általunk vázolt munkahelyteremtési lehetőségek megvalósíthatóságáról. A Tisza mellett 96 természetes víztározó van, amelyeket használni lehetne. Ha a Tisza mentén újabb 6-8 víztározó épülne, soha nem lenne árvíz. Ezek befogadó képessége a Balaton vízmennyiségével lennének egyenlőek, azaz 1,5 milliárd köbméter, illetve 7 darab tiszató. Milyen előnyökkel járna mindez? Nem lenne több árvíz, és nem kellene árvízvédelem, legalábbis ilyen formában. 200 000 hektáron lehetne öntözéses zöldség és gyümölcs termelést folytatni. Ez 50-60 000 embernek és családnak adna közvetlen megélhetést. A Tisza mentén fokozottan hátrányos helyzetű térségek vannak, amit részben fel lehetne számolni. A tározók mellett több ezer hektáron megemelkedne a talajvízszint, ami egyéb kultúrák termesztését is biztonságosabbá tenné. A víztározókban megvalósítható lenne az egyik legmagasabb szintű mezőgazdasági tevékenység, a halászat. Fellendülne a turizmus és az ebből megélők száma. Nagyrészt visszaállna egy olyan élővilág, ami a Tisza szabályozása előtt volt, így ezek a tájak versenyképesek lennének a szafarikkal, idézőjelben. A víztározók által öntözött 200 000 hektár összes zöldség és gyümölcs termelése évente és fejenként 60 kilót adna minden lakosunknak. Az állam bevételei évi átlagos 15 milliárd árvízvédelem megtakarítása, évi 15 milliárd bevétel az értékesített öntözővízből, 50-60 000 új adózó megjelenése, 10-15 000 ember állami támogatásának okafogyottá válása, 100-150 ember másodlagos bevétele közvetetten, illetve adótöblete, a környék infrastruktúrális és turisztikai fejlődése. Az egészségesebb étrend kialakulása révén egészségesebb munkaerő kialakulás országos szinten.
És kérdésem pedig az lenne, hogy középtávon lát-e módot ezen lehetőségek kihasználására, hasznosítására. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak. Önnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Örülök, hogy fölvetett ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy ebben az évben, amikor ilyen problémáink vannak árvízzel, belvízzel, mint amilyen az elmúlt időszakban volt, jogos, hogy a szerkezetet kell átalakítanunk valószínűleg ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk a környezet használatban, mint ahogy ezt eddig tettük. Sajnálattal kellett korábban megállapítanunk, hogy az a vásárhelyi terv továbbfejlesztése, ami a folyóvölgyeknek egy ilyen típusú átalakítását célozta, és amely az előző Orbán kormány alatt 2000-2001-ben elkészült tervekkel indult volna, ez az elmúlt 8 évben először elvesztette a forrásait, majd pedig gyakorlatilag a tartalma, az a értékes tartalma, amiről képviselő is beszélt, két törvénymódosítási menetben eltűnt. Elhatározott szándékunk éppen ezért, és ezért örülök, hogy képviselő felvetett ezt a kérdést, hogy a folyóvölgyek hasznosításának egy teljesen új, a hagyományainkhoz visszatérő módját fogjuk követni. A stratégia, amely az elkövetkező 10-15 év agrárvidék és környezetpolitikai fejlesztéseit foglalja magában, napokon belül napvilágot lát, és ennek fontos eleme lesz a vízgazdálkodási rendszerünk átalakítása, beleértve ebbe természetesen a belvízzel borított területeinket is, nem csak az ártereinket, abból a 380 ezer hektárból, amit ma belvíz borít például, körülbelül a fele olyan, amely minden évben, amikor ilyen vizes problémáink vannak, belvízborítással jelentkezik. Itt nem szivattyúzni kell állandóan, nem a természettel kell küzdenünk, hanem át kell alakítani a környezethasználat rendszerét. Sokkal jobban járunk hosszú távon, hogyha a környezettel, a természettel együttműködő rendszereket alakítunk ki a folyóvölgyekben és mindenütt az országban, szemben azzal a szovjet lendülettel, ami annak idején talán úgy volt összefoglalható, hogy fordítsuk meg a folyókat, Obi, Enyiszej, Léna rossz irányba folynak. Ezzel a logikával meg kell szüntessük ezt a logikát, és egy egész más környezethasználati rendszert kell kialakítanunk. Ehhez szeretnék majd még az egy percben néhány gondolatot elmondani. Köszönöm, államtitkár úr. Képviselő alatt viszont válasz illeti meg, Önnél a szó. Köszönöm megtisztelő válaszát. Térségünk szakértőivel szívesen együttműködünk Önnel. Az elmúlt 8 évben természeti és politikai katasztrófa, zárójelben MSZP kormányzása sújtotta az országot. A két katasztrófa közötti különbség, hogy a természet azt próbálja visszavenni, ami az övé volt, az MSZP pedig azt, ami az embereké. A természet munkahelyet, megélhetést teremthet, az MSZP munkanélküliséget teremtett. Államtitkár úr, használjuk ki a Tisza adta lehetőséget, csökkentsük ennek segítségével a munkanélküliséget, az árvizek és az MSZP által okozott károkat. Bár az utóbbit sokkal nehezebb lesz, mint az árvíz utáni károkat helyreállítani. Köszönöm szépen a figyelmét! Köszönöm, képviselő úr, államtitkár urat viszont válasz illeti meg, Önnél a szó. Tisztelt képviselő úr, biztosíthatom, hogy mindkét típusú kár felszámolásában örömmel, a legnagyobb örömmel veszek részt. De ha visszatérünk a természeti lehetőségeinkhez, egy úgynevezett ártéri tájgazdálkodás, amire képviselő úr is utalt, egy többes haszonvétel a folyóvölgyben. Nem csak azt jelenti, hogy együttműködünk a folyóval, és amikor nagy víz van, kivezetjük, és amikor kis víz van, visszaengedjük a folyóba, ezzel a halbőséget növeljük például a folyóban, hanem azt is jelenti, hogy olyan víztartalékokra teszünk szert, amelyeket ugyanazon a területen jelentkező aszályos időszakban föl tudunk öntözésre használni. Tehát egy a természettel együttműködő logikus rendszerről van szó, évszázadok során kialakult, az alföld használatának egy alapvető módszere volt, ehhez a rendszerhez fogunk visszatérni a folyóvölgyekben, és kérem is, hogy ennek a strukturális átalakításnak a végrehajtásában működjünk együtt. 1,5 millió ember életéről van szó, nem csak egyszerűen a természetről, hanem a Tiszavölgy népéről van szó, akiken ezzel a módszerrel azt hiszem hosszú távon sokat tudunk segíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés, Harangozó Tamás, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Hol van az az erkölcsi elvi határ, amelyet még ma is érvényesnek tart címmel? Harangozó Tamás képviselt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr! Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, hogy két hónap után válaszol az azonnali kérdésemre, hiszen ez a kérdés még aktuálisabb, mint amikor beadtam. Miniszterelnök úr, demokráciákban a törvények és csak is a törvények uralkodnak, sohasem emberek.
Az elmúlt 10 hónapnyi kormányzásuk ezzel ellentétes folyamatokon indítottak el ebben az országban. Több mint 10-szer módosították az alkotmányt, egy jogállam legszentebb alapdokumentumát. Rendszeresen névre szóló törvényeket hoznak, sőt, alkotmány módosítanak, amelynek a lényege frakciótárs, haver, koma, rájuk nem vonatkozik a törvény. Lesöpörték a padlást az emberek magánnyugdíjpénztár megtakarításai tekintetében. Visszatették a titkosszolgálatokat a belügyminisztériumba, ahogy egyébként ez a 20 évvel ezelőtti rendszerben volt. Fegyveres katonákat hívnak a parlament épületében, korlátozzák a média és sajtószabadságát, és most legújabban sárba tiporják a jogállamba vetett hitet egyébként, és megalázzák a bíróságokat, ügyészségeket és a rendőrséget a beterjesztett semmiségi törvényükkel. Miniszterelnök úr 89-ben Nagy Imre újratemetésén úgy fogalmazott: mi fiatalok sok mindent nem értünk, ami talán természetes az idősebb generációk számára. Pont ilyen értetlenül állok új képviselőként, és azt hiszem sok százezer fiatal áll értetlenül az ön tevékenysége előtt. Ön 20 évvel ezelőtt még bátran kiállt, és harcolt a szabadságért, a demokráciáért, a tekintélyelv és a diktátumok ellen. Tisztelettel kérdezem, miniszterelnök urat, mi történt önnel? Mikor volt az a pillanat, amikor szembefordult mindazzal, amiben annak idején hitt? A 20 évvel ezelőtti fiatal és demokrata Orbán Viktor nem tudna mai szemébe nézni. Azt kérdezné, hol van az az erkölcsi elvi határ, amit még ma is érvényesnek tart. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Várom válaszát. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Önne a szó, miniszterelnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam! Ez kétségkívül egy új élmény a számomra. Korábban ahhoz már hozzászoktam, hogy önök megmondják helyettem, hogy mit gondolok. Aztán azt is megmondják, hogy valójában mit akarok cselekedni, és csak a látszat az, ami a döntéseink eredményeképpen előáll, hogy mi az igazság, azt önök jobban tudják. Most pedig ott tartunk, hogy már az életemet is önök szeretnék élni helyettem. Hagyják meg nekem legalább ezt, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy hosszabb életút interjú keretében szívesen állok a rendelkezésére, és elmondom önnek, hogy a 21 néhány évet, amit a magyar politikában töltöttem, azt hogyan látom, és mit tudok abból a fiataloknak ajánlani. Amit most ajánlok az önnek adott válaszon keresztül a fiataloknak az, hogy vegyenek részt a jövő kialakításába. Vegyenek részt az alkotmányozásba, vegyenek részt a nemzeti konzultációkba, törekedjenek arra, hogy a kezük nyoma ott legyen a jövő. Nekünk erre nem volt lehetőségünk a 80-as évek végéig. A tanulság az, hogy jó döntést hoztak a választók, amikor olyanokra bízták az ország következő 4 évét, akik a saját bőrükön tapasztalták meg, milyen, amikor kirekesztenek másokat az ország legfontosabb ügyeiből, és most végre megteremtjük a lehetőséget, legalábbis igyekszünk erre legjobb képességünk és tudásunk szerint, hogy a mostani fiatalok igenis oktatási törvényről, egészségügyi törvényről, alkotmányozásról elmondhassák a véleményüket kellő súllyal, és azokat figyelembe tudjuk venni. Úgyhogy arra kérem önt, hogyha lehet, és valóban sok száz fiatallal szokott találkozok, adja át a jó kívánságaimat, és biztassa őket a nevembe, hogy vegyenek részt a magyar közéletbe. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszterelnök úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát kioktató válasza mindenképpen megerősít engem abban, miniszterelnök úr, hogy sokkal szimpatikusabb énje volt az, amit a 80-as évek végén és a 90-es évek elején lehetett öntől látni és hallani, akár szó szerinti parlamenti jegyzőkönyveket is érdemes lenne ebbe a tekintetbe idézni, de abban teljesen igaza van, elnök úr, hogy van egy teljesen új generáció, nem csak Magyarországon, az egész világban. Az a generáció, amelyik most például Egyiptomba elsöpörte azt a 30 éve fent álló rezsimet, amelyik ott volt. Interneten kommunikál, Facebook nemzedéke, nem lehet megállítani, és elege van abból, hogy a fejük fölött döntenek az emberek, politika, elege van abból, hogy lemondanak róla, elege van abból, hogy elengedik a kezét. Ezek a fiatalok, ez a generáció előbb-utóbb be fog jelentkezni, és el fogja söpörni a hamis bálványokat. Miniszterelnök úr, azt hiszem az országnak is, talán önnek is jobb lenne, hogyha a 80-as évek vége, 90-es évek elején látott személyiségéhez térne vissza. Köszönöm szépen! Köszönöm. Viszont válasz illeti meg a miniszterelnök urat. Önné a szó, miniszterelnök úr. Ha már olyan kedves és vállalkozott erre a feladatra, akkor legyen
szíves, és mondja el a fiataloknak azt is, hogy az egyiptomi üggyel bánjanak óvatosan. Mi azért itt Közép-Európában azt megtanultuk, hogy amikor a katonai kormányzás lép életbe,